A Nestlé Mamut cég sötét oldalát bemutató riport sorozat hatodik, utolsó része következik, amelyben olyan botrányok kapnak szárnyra, mint hogy a Nestlé megpróbálja kirabolni Etiópiát, és titkos ár megegyezéseket köt a konkurenciájával. A legjobb példa erre az, ami Etiópiában történt. 2002-ben a Nestlé 6 millió dollárt követelt az etióp kormánytól, amelyik a világ egyik legszegényebb állama. A konfliktus az 1970-es évekig nyúlik vissza, amikor egy katonai hunta Etiópiában lefoglalta és államosította az összes külföldi tulajdont. Sok évvel később az egyik ilyen vállalatot, amelyiknek a vagyonát ott az etióp hunta lefoglalta, a Nestlé felvásárolta. Hogy világosan értsük, egy olyan vállalkozásról volt szó, amelyiknek 27 évvel ezelőtt egy etióp kormány lefoglalta a vagyonát, de akkoriban a Nestlének semmi köze nem volt ehhez a vállalkozáshoz. Ugyanakkor, hogy teljesen korrektek legyünk a Nestléhez, technikailag és elméletileg lehetséges volt ezért kárpótlást igényelni. Csak itt az volt a probléma, hogy abban az időben, amikor Etiópia ezt a 6 millió dolláros követelést kapta, épp egy brutális éhínség kellős közepén volt, amelyik 15 millió ember életét veszélyeztette. Az országban extrém nagy volt a szegénység. Nagyon sokan még 100 dollárt sem kerestek egy év alatt. Ez a 6 millió dollár elég lett volna arra, hogy több millió etiópiainak tiszta vizet biztosítsanak. A szószoros értelmében életeket mentett volna meg. Ennek a ténynek ellenére, és annak ellenére, hogy a Nestlé ugyanabban az évben 65 milliárd dollárt keresett, a Nestlé nem engedett, és továbbra is követelte a 6 millió dollárját. Ami tulajdonképpen a Nestlének csak apró pénz volt. Azt mondták, hogy itt csak az elvekről van szó. Csak amikor a média felkapta a sztorit, és az emberek bojkottal fenyegetőztek, a Nestlé rögtön hátraharcot csinált. Megelégedett mindössze 1,5 millió dollárral, és megígérte, hogy ezt a pénzt befekteti az etióp gazdaságba. De az teljesen világos volt, hogy esze ágában sem lett volna engedni, hogyha nem következik be az a nagy imidzsromlás a sajtóban. És ha most azt gondolod, hogy ezzel a Nestléhez kapcsolódó ellentmondásos dolgok megszűntek, akkor tévedsz. 2012-ben razziát tartottak az egyik Nestlé irodában, hogy bizonyos ármegegyezéseknek a nyomára bukkanjanak. Azt feltételezték, hogy a Nestlé megegyezett más csokoládégyártókkal az árban azért, hogy az ő csokoládéjuknak az ára megfelelően magas maradhasson. A Nestlé mindent tagadott, a végén mégis megegyezett egy 9 millió dolláros végkielégítésben. Normális esetben ez egy elég nagy botrány lenne. De az összes többi feltételezésnek a fényében, amivel a Nestlé-t gyanúsították, úgy tűnt, hogy ez az ügy nem is olyan nagyon rossz. És hogyha teljesen őszinték akarnánk lenni, akkor a Nestlének a bűnlajstromát még egy ideig tudnánk folytatni. Például annak a jogi vitának az ismertetésével, amely arról szólt, hogy a Nestlé által gyártott Purina Pet Care nevű kutyakaja több száz kutya megbetegedését és halálát okozta. Vagy beszélhetnénk azokról a szörnyű környezetszennyezésekről, amelyet a Nestlé okozott világszerte. És azok miatt a botrányok miatt, amelyekbe a Nestlé belekeveredett, nagyon sok ember akarta bojkottálni a cég termékeit. Csak hogy a Nestlé olyan óriási, hogy ez átkozottul nehéz. Amiatt, hogy egyszerűen túl sok termék van, amit a Nestlé gyárt. A világ valamennyi országában számos kategóriában jelen van valamilyen termékkel. Tehát, ha te élelmiszert, vizet és újabban kozmetikumot vásárolsz, nagy valószínűséggel egy-két Nestlé termék benne lesz a kosaratban. Ez kell, hogy legyen az oka annak, hogy a Nestlé a számtalan botránya ellenére egyre csak nő és egyre hatalmasabb lesz. És hogy teljesen korrekt legyek, meg vagyok róla győződve, hogy a Nestlénél nagyon sok olyan ember dolgozik, akik egyszerűen csak kiváló termékeket akarnak előállítani. Méghozzá teljesen etikusan. A probléma az, hogy Henri Nestlé, amikor ezt a vállalkozást megalapította, egy nagyon reális problémát oldott meg. De sajnos később az üzleti modell úgy változott meg, hogy ők problémákat csinálnak azért, hogy a megoldást eladhassák. Természetesen, ha egy cég több száz éve létezik és számtalan piacot ural, elkerülhetetlen, hogy néha botrányokba keveredjen.